Koronavírussal kórházban kezelik az egyik szekszárdi autóipari alkatrészeket gyártó cég dolgozóját. A gyár munkavállalói és családtagjai félnek, hogy megfertőzöttek, mert a nő betegen is bejárt dolgozni. Jelenleg maszkban kell dolgozni a vállalatnál, készfertőtlenítőket helyeztek el a gyártő pontján, és előírták a maszk kötelező viselését. A gyár területére belépők testhőmérsékletét ugyanakkor nem mérik meg, és koronavírus tesztet sem végeztettek el a dolgozókon, miután kiderült, hogy fertőzött dolgozott közöttük. A munkavállalók elsősorban ezt sérelmezik. Nagyon sok család, nem csak az én családokról van a szó, hanem több száz ember egészségéről, az életéről, de ez nem vicc, ez nem gyerekjáték. Én ezt kérném, hogy tessék nyomatékosan ellenőrizni őket, testhőmérsékletet. A gyár igazgatója elismerte, hogy van egy igazolt fertőzött dolgozójuk, akit kórházban kezelnek. Nyerki Emil azt mondja, ők minden jogszabályi kötelezettségnek eleget tesznek, és több intézkedést hoztak a koronavírus miatt. Tavasszal például fizetés nélküli szabadságra mehettek azok, akik kérték, folyamatosan fertőtlenítettek a gyárban. Készfertőtlenítőket helyeztek el a gyár több pontján. Kérték a dolgozókat, hogy jelezzék, ha koronavírusos emberrel találkozhattak, és ekkor inkább maradjanak otthon 2 hétig. Most pedig miután kiderült, hogy fertőzött az egyik munkavállalójuk, és folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma Tolna megyében, további szigorításokról döntöttek a gyárban. A recepciót és a személyzeti osztályt plexivel elkerítettük, hogy a levegőt egy kicsit sikerüljön szűrni. Irodákat átrendeztük, tehát illetlen módon a kollégák egymásnak háttal vannak, de egészségügyi szempontból ez valószínűleg egy jó döntés volt. November indult a kötelező maszkolás, tehát mind a cég területén, mind a céges járatokon kötelezően hordandó a maszk. A gyárban kisebb létszámú műszakok létrehozását nem tervezik. Szerencsére ismételten 3 műszakba kell dolgoznunk, úgyhogy erre nagy lehetőség nincsen, amit meg lehetett csinálni, a kollégák között a fizikai távolságnak a növelése. A jog úgy szól, hogy a munkáltató alapvető kötelezettsége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. Amennyiben a munkahelyen megjelenik egy koronavírussal fertőzött személy, úgy ez kockázatot jelent, amivel a munkáltatónak foglalkoznia kell. Az ugyanakkor eltérő, hogy ezt miként teszi meg. Nagyon sok munkáltató a koronavírus tüneteire tekintettel úgy értelmezte és úgy adaptálta ezt a kötelezettséget, hogy ezt ő a lázméréssel valósítja meg. A munkajogász azt mondja, célszerű egy belső szabályzatot létrehoznia a cégnek, abban leírni a tevékenységére, jellegére tekintettel, hogy milyen intézkedéseket hoz ilyen esetben. Ez másként néz ki egy bank esetében, és másként egy gyárnál. Az adminisztratív munkaköröknél ilyenkor a munkáltató elrendelhet home office-t, vagyis otthoni munkavégzést. Vagy éppen azt, hogy csak meghatározott helyeken foglalhatnak helyet a munkavállalók a vállalaton belül, továbbá fokozott fertőtlenítést, takarítást végeznek ilyenkor a vállalatnál. Akik mondjuk gyárban dolgoznak, ott teljesen más feltételek szükségesek, ott lehetséges az, hogy például az egy műszakban történő munkavállalóknak a létszámát csökkenti, hogy a távolságtartás megfelelő módon biztosítható legyen, a belépéssel kapcsolatosan ezt a lázmérést biztosítja a munkavállalók számára, és hát tovább megyek azért, ugye itt vannak olyan intézkedések is, amelyek viszont már inkább egy ilyen, hogy is mondjam, abban az esetben jönnek, hogyha mégis valaki a munkahelyén lesz rosszul, akkor nyilvánvalóan a munkáltatónak az első dolga az az, hogy a munkavállalót hazaküldi, vagy megoldja azt, hogy valamilyen módon hazajusson, és nem is haza, hanem alapvetően az orvosához jusson el. Az orvos állapítja meg, hogy a dolgozó koronavírusos, avagy sem. A járványügyi zárlatról, karanténról pedig a hatóság dönt. A cég pedig ilyenkor mérlegelhet, hogy milyen intézkedéseket hoz. A közvetlen kapcsolatba kerülteket 1-2 napra hazaküldje, hogy nem betegedtek meg. Egy ilyen preventív jellegű intézkedés elvárható, mondja a munkajogász. Vannak olyan munkáltatók, akik még ennél még jobban tovább mennek, tehát például több olyan helyet hallottam, akik ilyenkor ingyenes tesztet biztosítanak a munkavállalóik számára, ami nem is annyira jogosítvány, hanem inkább egy kötelezettség a munkavállalók felé, és ennek a költségét ilyen esetben a munkáltató viseli is. Ez azonban egyáltalán nem jogszabályban meghatározott kötelezettség a munkáltatónak, és azért azt látjuk, hogy azért miután ennek a tesztnek az ára
ára azért elég magas, azért a munkavállalók közül sem mindegyik vállal be egy ilyen tömegesebb jellegű tesztelési kötelezettséget a munkavállalók felé. Riportunkat folytatjuk. Utána járunk, hogy más Tolna megyei vállalatok milyen intézkedéseket hoztak a koronavírus járvány megfékezése érdekében.